Szia! Szia! Mészáros Provozolta Norina! Vagyok. Nagyon örülök neked, Norina, foglalj helyet! Köszönöm szépen! Bemutatkozás után nagyon szimpatikusnak találtam Zsókát, viszont a szimpátia nem elég ahhoz, hogy megnyíljon egy ember egy pszichológus előtt. Mi az, amiben segíthetek? Vagy mi az, ami a problémát okozza? Ugye én május 3-án szültem meg a kislányomat, de elég nehéz volt a folyamata a terhességemnek, mert pont Valentin napon bekerültem a kórházba. Én azt éreztem, hogy egy különleges baba van bennem, aki segíteni fog mindenen. És én is segítek neki azzal, hogy nem mutatom, vagy nem éreztetem vele azt, hogy esetleg nagy baj történhet velem. Mert ugye azt mondták, hogy vele nem történhet semmi, mert ugye ő benne volt a méhemben, és ez kívül volt ez az egész dolog. A pszichológus jött hozzám, hogy felkészítsenek, ugye meg a doktor is oda jött hozzám, hogy ez lehet kemoterápia, mert lehet áttét is, mert nagyon-nagyon csúnya az a valami ott. Úristen! Igen, igen, vagy majd kiveszik a méhem, úgyhogy ilyen, ők se tudták, hogy mi lesz, de mindenre felkészítettek. Aha, de akkor még nem volt eredménye a szövetkamra. Nem volt. Aha. Csak hogy ez a protokoll, hogy felkészítenek, hogy mik a lehetőségek. És hát nyilván egyébként ezt szerintem nem is mondtam senkinek, hát nyilván eljátszottam a gondolattal, hogy nem lesz hajam. Jó. Hát figyelj, ez még engem is megvisel így, ahogy mondod, szóval, hogy ezt el tudom képzelni, hogy milyen érzés lehetett. Ez még nekem is nagyon nehéz így hallani. Jaj, bocsánat. És mikor megtalálod életed szerelmét is. Jaj. De viszont attól, hogy eszembe jutott ez a dolog, attól függetlenül én folyamatosan elsegettem. Én tudtam, hogy nem lehet probléma. Mert én nem tartom magam rossz embernek. Meg egyszerűen azt éreztem, hogy ez nincs, ez nem lehet. Ilyen elképzeltem magam belülről, hogy ott nincs baj, meg nagyon ilyenek. Jó, ezt magadtól találtad ki? Igen. Mert erre technikák épülnek.